Földrajzi Zoldi tenger vár fenn. Dr. Weiss, Meister Weiss, Meister Zoldi Hochzeitzeit. Tánccal és gyerekdalokkal készültek a felújított óvodájuk átadására a tolnamősi gyerekek. Nem kellett sokáig a hűvös udvaron lenniük, a rövid előadás után azonnal bemehettek a meleg épületbe. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a gyerekek és az itt dolgozó pedagógusok egy jobban szigetelt és olcsóbban üzemeltethető óvodában töltetik a napjaikat. A kivitelezést végző cégnek igazi kihívás volt, hogy a helyi védettség alatt álló több száz éves épületet az eredeti állapotának megfelelően újítsák fel. Korábban erre nem figyeltek. És ahhoz, hogy tényleg az eredeti állapotába hozzuk vissza, ahhoz mindenféle levéltári anyagokat kell elővenni, hogy láthassuk, hogy mik tűntek el egyáltalán az épületről, milyen jegyek voltak rajta, milyen színekkel bírt. Ezeket fel kell kutatni, és utána ki kell találni, bontás után derül csak ki, hogy hogyan tudjuk ezeket egyáltalán helyreállítani. Az óvodában a teljes tetőszerkezetet és az utcára néző több száz éves homlokzatot, valamint a kerítést is újjáépítették a szakemberek. Ezek mellett korszerű, jól szigetelt nyílászárókat építettek be, és a fűtési rendszert is felújították. A beruházás a városnak egy forintjába sem került, a pénzt az önkormányzat a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerte pályázaton. Hogy ne csak korszerű, hanem szép is legyen. Tehát ott, ahol kiváló szakmai munka folyik, már pedig ebbe az óvodába, úgy mint a többibe is kiváló pedagógiai munka folyik. Itt láttuk ugye a műsort, amikor a gyerekek beöltözve német nemzetiségi táncokat, játékokat adtak elő. Tehát kell, hogy ehhez modern, kulturál környezet is legyen. A tolnai önkormányzat az elmúlt időszakban több másik helyi óvodát is felújítatott. Ezen kívül más oktatási intézményeiben is folyamatban vannak fejlesztések.